Sziasztok, ha követitek a kalandjainkat, akkor tudjátok, hogy az előző részben Londonból Prágába, Csehország fővárosába utaztunk. Ma Prágából utazunk a Flixbusszal Németországba, Dresda városába. Az út durván 2 órás, a buszon van a konnektor, kényelmesek az ülések és WC is van. Prágába jöttek Dresdába, ide érkeztek a buszállomásra, és innen nagyon egyszerűen be lehet jutni az óvárosba. Nem kell más csinálni, csak követni kell a vasútnak a vonalát. Dresda gyönyörű város Szászországban, a 12. legnagyobb város Németországban. Európa egyik legnagyobb barokk városa, az Elba folyó mellett. Egykor a szász uralkodók székhelye volt, akik pénzt nem sajnálva, francia és itáliai mintákat követve építették a várost. Dresda a II. Világháborúban szinte teljesen elpusztult, de mindezt nehéz elhinni a mai Dresdát csodálva. Oh, let's go to the Zwinger. Okay. A Zwinger a barokk építészet egyik kimagasló alkotása, a múzeum számos értékes gyűjtemény otthona, viszont mi csak kívülről jártuk körbe. Hiszem rossz időt választottunk a dresdai látogatásunkra, ugyanis pont felújítás alatt van a kert. Egyszerűen hihetetlen, hogy a nyár közepén újítják fel, amikor tele van turistával az egész tér. A Dresdai Királyi Palota és Múzeum Európa egyik leggazdagabb és legrégebbi nyilvános múzeuma. Az itt található Dresdai Állami Művészeti Gyűjtemény felbecsülhetetlen értékű anyagát Erős Ágost, lengyel és 100 király gyűjtemény alapozta meg. Ruhatár is van, érdemes beadni a táskátokat, így kényelmesen körbe tudjátok járni az összes kiállítást. A múzeum hatalmas, legalább 2 órát szálljatok rá. Rengeteg ország múzeumában jártam már, de a Dresdai gyűjtemény ámulatba ejtett, ilyen gyönyörű régiségeket még soha életemben nem láttam. A kastély 1485-től Szászország királyának otthona volt, de Erős Ágost úgy döntött, hogy a királyi kincstárat meg kell nyitni a nyilvánosság számára is. 1723-ban kezdte meg a gyűjtemény közmúzeumá alakítását, a múzeum páratlan kincseket rejt Európa egyik égköve.
Yeah, yeah, yeah. You're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Clean cuts. I'm wide-eyed, your eyes are shut. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, a toe-to-toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Az 1743-ban épült Frauenkirche, azaz a mi asszonyunk barokk templom, 1945-ben a bombázások során szinte teljesen elpusztult, 1992-ben az újjáépítése mellett döntöttek. A megőrzött eredeti 300 évvel ezelőtti tervek szerint zajlott az építkezés, minden kődarabnak volt sorszáma, így amíg átvészelte a bombázást, az az eredeti helyére került vissza. A templom falán látható fekete kőkockák az eredetiek, az új kockák fehérek, viszont az orgona, a harangok és a templom tornyán magasodó kereszt is úgy. Érdemes felkeresni ezt a templomot, ráadásul a belépés ingyenes. Mielőtt visszautaztunk volna Prágába, még beültünk egy jó nagy adag dönerre. Tartsatok velünk legközelebb is, hiszen Prága óvárosát is felfedezzük.